emlékszem, hogy amikor a Pajtás magazin, az Úttörők lapja színesre váltott, akkor a hátoldalán indult a Rahan képregény, ami hát egyrészt színes volt, másrészt meg Rahan annyira jó fej csávó volt benne, ugye az övébe dugott, nyilván obszidiánból faragott késével, hogy elkezdtem kivágni a képregényt, és egy füzetbe beragasztani. Csak aztán persze azzal nem számoltam, hogy a képregény rajzolók azok úgy működnek, hogy nem mindig ugyanakkor a kockákat rajzolnak. Emiatt aztán egy idő múlva volt olyan képkocka, ami nem fért be a füzetbe, és akkor abba hagytam, és azt mondtam, hogy ezt majd ezek kisípoljuk. És tehát ez volt egy ilyen nagyon erős, tehát akkor már imádtam a képregényeket. De ezt persze megelőzte a füles, mert a szüleim a füles rejtvényújságot járatták, és abban minden héten volt három képregény. A háromból az egyik az majdnem biztos, hogy Rejtvénő volt, tehát a Piszkos Freda kapitány, a 14 karátos autó, az összes Piszkos Fredes történet volt képregényben, amiben hát lehetett látni, hogy Fülig Jimmy akkora pofont ad, vagy van-e kúra a szekrényben. Hihetetlenül jól megrajzolt képregények voltak, és aztán persze volt egy rejtő, aztán volt, mit tudom én, egy kőszívű ember fiai, meg volt egy Szilvási Lajos Apasszionáta című képregénye. És imádtam a képregényeket, időnként megvásároltam a PIF című újságot, ami ugye a Francia Kommunista Párt ifjúsági lapja volt, és abban francia nyelvűek voltak a képregények, de ennek az ember megvette egyrészt, mert volt a PIF gadget, tehát mindenféle ilyen ajándékok voltak a csomagolásban, nagyon mókás ajándékok, másrészt meg képregények, amiket nem értettünk a szövegét, de mégiscsak végig lehetett nézni. Hogy képregényekről szól az Annó Budapest vasárnap délután, Annó a Comics. Hívjanak és meséljék el, hogy önök melyik képregényeken nőttek fel, vásároltak-e képregény újságokat, milyen emlékeik vannak a képregényekkel kapcsolatban, hiszen 1923-ban bukkant fel Magyarországon először az a szó, hogy képregény, és aztán nem sokkal később így elkezdett terjedni ez a kommunikációs forma. Az ötlet nem az enyém, Hanna Endre találta ki, és ő adta azt az ötletet, hogy képregényről szóljon vasárnap az Annó, úgyhogy ez lesz. Köszönöm szépen Hanna Endrének, vasárnap délután, tehát képregények az Annó Budapestben.